Interaktív feladatokkal várták a diákokat ennél a nyíregyházi vállalatnál. A Kispakon táborban nyaraló tanulókat pályaválasztás céljából különböző céglátogatásokra viszi a megyei iparkamara. Itt például a kereskedelmi szektorral ismerkedtek meg a felső tagozatosok. A gyerekek aktívan részt vettek a programokban. Eléggé tetszik, nagyon. Mi már több éve járunk ide, és sosem volt még ilyen izgalmas feladatokban részesülünk. Nagyon tetszik a tábor, és jó feladatok is vannak benne. A pályaorientációs látogatások fő célcsoportja a felső tagozatos diákok, főleg az 5., 6. és 7. osztályosok, akik még a középiskolai felvételi előtt állnak. Ezen a nyáron 5 héten át közel 150 diákot szólít majd meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara. A nyíregyházi vállalat már több éve kapcsolatban áll a megyei szervezettel. A nyári táboroztatási programokban azonban idén első alkalommal vett részt. Hiszem az, hogy át tudtunk adni olyan ismereteket a gyerekeknek, ami hasznos lesz, és esetleg orientálja őket a későbbiek során a kereskedelem felé. Egyébként nagyon jó tapasztalatok voltak, mert odafigyeltek a gyerekek, játszottak, nyertek, totót töltöttek ki, bevásároltak, tehát én azt hiszem, hogy élményekkel gazdagabban mennek haza. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara pályaválasztás segítő nyári táborában több mesterséggel is megismerkedhetnek a tanulók. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara pályaorientációs tevékenységének az a célja, hogy a megyei vállalkozások, vállalatok, akár kicsi, akár nagy vállalatok életébe betekintést nyerhessenek a diákok. Ezt igazából tervezni, úgy tervezzük, hogy akár a nagyvállalatokhoz, akár kisebb vállalkozókhoz eljuthassanak a gyerekek céglátogatások keretében. Nagy részt az iskolai időszakban, nyári szezonban természetesen így a nyári táborokkal szervezzük. Az, hogy kikhez, igazából vannak hiány szakma területek, amelyek a megyében minden évben meg vannak határozva, igyekszünk ezekre a területekre, illetve a gyerekek érdeklődési területéhez igazodni. A diákok a nyár végéig megismerhetik még egy autószerelő műhely működését. Bepillantást nyerhetnek a vendéglátóegységek életébe, de mixerként és cukrászként is kipróbálhatják majd magukat a különböző céglátogatások alkalmával.